Sziasztok, visszajöttem játszani egy kicsit. Ezért itt a Summer Festival. Most jött ki ez a River Hobbit nevű rész. És csináltam is egy karaktert, hogy kipróbálja. Nagyon jók a buffjai. Úgyhogy csináltam belőle egy Huntert. Burglarnak is jó, de a Hunter az gyorsabb. Ugyebár a leggyorsabb DPS. Most egy kicsit fesztiválozunk, hogy pár cuccot még megszerezzünk neki, mert azt hiszem, hogy valami még kell neki. A Fountain Emote-t még nincs meg, mert a Bubbling Fish-t és a négyes táncot azt már megszereztem, szóval kéne még olyan 66 token, amit szerintem pikpak össze lehet szedni horgászattal meg mindennel, legalábbis nagyon remélem. Mert hogy tegnap összejött vagy 144 token. Igaz, hogy kb. Mindent megcsináltam. Úgyhogy egy kis ízelítő itt a Summerfestből. Már felvettem minden questet, és megvan a köröm. Innen középről szoktam indulni. Először a fa körüli tárgyakat összeszedjük. Már mindenről pontosan tudom, hogy hol van. Meg mi kellenek. Na. Floaty name. Na végre, rá tudok kattintani. Itt ez a cica. És... amúgy ugye annál a party tree-nél vagyunk, ahol Bilbónak a 111. születésnapját rendezték meg, és ez annak egy emléke, vagy memóriája, vagy hogy is mondjam. Úgyhogy igen, ez a Hobbiton. És most meg ezeknek a nevét én magyarul megmondom igazán, hogy már nem igazán tudom. Ugyanis viszonylag régen olvastam a könyvet, és nem igazán szoktam évente ismételni. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy fingom nincs arról, hogy mit hogy hívnak magyarul. Tehát itt szoktam kezdeni, itt az Almásba, az Appledorsba. És ez a kis nyári fesztivál, mindenféle dolgot lehet szerezni, főleg kozmetikot, emótokat, mántokat, ilyesmi, szóval egy ilyen szokásos MMO-s fesztivál, semmi extra. Ez egy kicsit hosszadalmas ez a fesztivál. A nyári. Mert hogy tele van horgászattal, és nem tudsz a AFK-ba horgászni. Hanem... hát... ott kell lenned a gépnél, és figyelni is kell. Mert... megvan, amikor kapod a... szóval, amikor kapás van. Igen, már elfelejtek magyarul beszélni. Ebbe az érdekes, itt van a tarisznyádi zsákos lobéria, aki lenyúlt az ezüst kanalakat. Meg Lotó. Szóval ők itt vannak a játékba, és itt is kéne valami tárgynak lennie valahol. Vagy egy, ezt már felszedtük, igen, de mintha itt is lenne egy kosár, vagy valami, és remélem, hogy minden quest, itt is van egy, tehát egyik questet nem vettem fel, akkor viszont visszamegyünk, mert még egyszer nem akarok visszaszaladni. Egy questet akkor nem vettem fel, szerintem. Elfelejtettem felvenni, mert pontosan tudom, mi hol van. Nem megy, nem. Dance-ek megvannak, tőle mindent felvettünk. Itt nem vettem fel, basszus. Tőle is felvettem. Could I take a moment of your time? Nem vettem fel. Jó, oké. Akkor szerintem ezek inkább csak vector questek. Ez meg olyan, hogy horgászni kell, repet. De annyira lassan adja be, hogy nem éri meg. Úgyhogy nem érdemes vele szerintem foglalkozni.
A bort felvettük, mert itt volt egy bor. Igen, felvettük. Jó. Akkor még egyszer induljunk meg erre. Mert valaminek kéne lennie itt szerintem. Így van. Azért zavarodtam meg az előbb egy kicsit, mert emlékeztem rá, hogy itt is van valami. Még. Amúgy lehet látni a térképen, de hát ember legyen a talpán, aki ezt kisilabizálja. Jó, azért nagyjából ki lehet, de... Egyébként most már nem csak eddig 5 quest lehetett itt a trackerön, de most nem olyan rég csináltak egy update-et, és csak 10. Ez a kedvencem a... hőhullám elpusztítása. Ez azért a valóságban jól jönne. Tök jó az a rúd. És itt fent is. Tehát ez már így nem hogy álmomból felkeltve, hanem álmomban is. Az utat, útvonalat. És egyébként fogalmam sincs, hogy melyik questhez tartozik. Bár úgy, hogy na most emiatt ide kell mennünk, hanem csak tudom, hogy hol van. És amúgy tök is cuki fesztivál, tehát itt reptetni kell ezt a kájtot, sárkányrepülő, vagy nem is tudom. Miért ilyen hozzó a magyar neve? Angolul summer kite, vagy csak kite. Meg, mert van egy csomó kite, amit meg lehet szerezni játékba. Itt meg magyarul meg sárkányrepülő. Bazd meg. Szóval ez egy eléggé chilles kis fesztivál. Hát a horgászat miatt, aztán meg végképp. Tehát az, majd fogjátok látni, ha odaérünk. Nem sokára. Vagy az aztán. Türelem játék. De hát eddig nem nagyon foglalkoztak vele, illetve sokan voltak, akik nem foglalkoztak vele, mert hogy igazából tényleg csak egy hobby volt. Tehát igazából nem nagyon adott semmit a játékba. Néhány halat ki lehet készítetni, és trófeának a házatba ki lehet tenni. De amúgy meg nincsen úgymond semmi értelme. Tehát úgy nem volt semmi haszna a játékmenet szempontjából. És most szinte kötelezővé tették, már akinek van 140-es karaktere, jelenleg az a max szint. Majd ősszel valamikor jön a következő nagy frissítés, amikor azt hiszem felemelik 150-re. Szóval az endgame-es kaját hoz horgászni kell. Sehogy máshogy nem tudod megszerezni, ugyanis halból készített kaja van. Hát másoktól meg tudod vásárolni. Na, tehát valakinek az alhán. Az aukciós ház van. Tehát valakinek muszáj horgászni. És ezt nem tartom fairnek, vagy hát nem is tudom, hogy így ekonomi szempontjából. Mert oké, persze, aki meg szeretne aranyat keresni, és alacsonyabb szintű, és szívesen el van ezzel. Bár azt hiszem a legjobb horgászós hely valahol Kelet-Rohamban van, és 70-es, 75-ös szint kell hozzá, valahogy így, vagy 80. Szóval azért annyira alacsony szintű nem lehet. Egyébként meg ott van Evendim, ahol megint hát szó-szó. De azt mondom, hogy szó-szó azért határeset abból a szempont, hogy azt mondom, hogy jó hely horgászatra, mert hát amúgy meg azt mondanám, hogy nem. Szóval, ja, ezt egy kicsit unfairnek tartom, bár egyébként a játék in-game currency-re, tehát az aranyra effektíven nincsen szükség. Tök jól el lehet lenni nélküle. Kivéve, ha valamit meg akarsz venni az aukciós házban, de egyébként meg szerintem mindent összeszedjük, igen. Egyébként meg... mindegy. Disznó Mount! Borocskós Disznó Mount! Ez a Hobbit filmek miatt jött ki. Ez kellett a játékba, komolyan mondom. Find all items. Valamit nem vettem. Ja, tudom, az egyik summer kite a dombomban. A másik pedig az egyetlen item, amit nem vettem fel. Az, igen, ez az. Másik item pedig ott van lent a kövön egy könyv. Szóval meglátjátok, hogy milyen jó XP-t is ad ez az egész.
Szóval szerintem érdemes a fesztiválokat csinálni. Főleg kezdőknek, mert mondjuk aki úgy szeretne, vagy gyorsan szeretne szintet lépni, annak jó. És akkor már csak egy pár ilyen lángocskát kell megölnünk. Most nincsenek is sokan, mert ugye Amerikában, hát 12 óra 7 perc van, Amerikában ugye keleti a szerver, minden szerver keleti. How do you do? De bosszani. De... How do you do? Igen, nagyon korán van, meg hát hétfő van, úgyhogy sokan dolgoznak. Hey. Na, meg kellett volna ölni, amit a út közben járt. Láttunk. A lovely day, isn't it? Úgyhogy... Ja. Ne késősszaladjuk, mindjárt szintet lépek. Tansi! Jöjjé! A lovely day, isn't it? Ez a... Cooling off. Az meg volt a cooling off. Adjatok már hit vévet! Egy kettőkör. Addig itt nézelődünk. Ja, egyébként nagyon régen játszottam a Hunterrel évekkel ezelőtt. Ami gyakorlatilag az IS. Mondhatnám, hogy a kezdő karakterem volt a legelső, de hazugság, mert legelőször egy rablót csináltam, vagyis a betörőt, ami Bilbo volt, egy betörőt csináltam, a Burglar, ami más karakterekben, vagy más játékokban a Rogue, ahogy önnek hívják. Azt csináltam meg, azzal nem sokáig játszottam, ilyen 5-10-es szintig vittem el, és utána amúgy mondjuk akkor még nagyon ózű gépen játszottam, szóval utána vittem el Hunterre, és azzal évekig játszottam. Jó is volt, nagyon sok évig a Hunter, és aztán csinált akkor is egy class change-et, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy ponton feladtam, mert azt mondtam, hogy ilyen a világon nincsen. Úgyhogy pont amúgy a irányító pultját akarja nekem a térképet a gépem. Átmenetileg egy kicsit lejjebb teszem a térképet, mert Ctrl Ü-vel lehet, hosszú Ü-vel lehet. Oké, most átmenetileg ide teszem, amúgy fent szokott ugye lenni. Na. Szóval, akkor mehetünk le. Mert most már fent mindennel meg vagyunk. Fagyit fogunk készíteni, és ahhoz veszünk egy ilyen jeget. És elindulunk vele. Lefelé! Bywaterhez, ami szerintem a borbudja. Így. Nem biztos. Nem vagyok benne biztos. Mondom, a magyar nevekkel nem vagyok tisztában. Igen, átjátok Hobbiton Bywater. Szerintem nem... De lehet, hogy Bywater, csak ugye a Borbudjan hídja az nem ez, ami itt van, mert most mi itt vagyunk, hanem ez. A Briebe tartó Borbudjan híd, ami itt van. Szerintem azaz. Úgy emlékszem legalábbis. Amikor ugye Frodo-t üldözik a fekete lovasok még kifelé a megyéből, és az a Borbudjan híd, ami itt van. Egyébként a játék pár évvel ezelőtt, hát lehet, hogy volt az már három is, vagy több, kapott egy grafikai ráncfelvarrást. Azóta sokkal szebb. Igaz, hogy egy modern játékhoz képest... ezeket ki kell kerülni. A modern játékhoz képest nagyon elmaradott, de szerintem még a mai napig szép. Tehát én szép játéknak tartom. És 16 éves a játék, azt hiszem. Tehát, hogy ahhoz képest meg, amit egy ilyen régi engine-nel lehet csinálni, ahhoz képest meg azt mondanám, hogy nagyon fosza. Tehát... Na.
Oké, megjöttünk a fagyival. És akkor ezzel készen vagyunk. Veszünk hozzá krémet, édes krémet. Veszünk hozzá gyümölcsöt, azt hiszem az a következő. Gyümölcsöt, igen. Azt is beletesszük. Levezjen efer. Tegyünk bele mézet. Ez a zöld sárgány. A zöld sárgány. Tőle kérünk. How rude! Hösz, haver! Nem vagyok rude. Vagyis igen, de most nem. És akkor... összekeverjük mindezeket. Nem tudom, egyébként ezt... Hé, ne rám ütőzzet! Egyébként szoktad tenni mézet a fagyiba? Én még sose csináltam fagyit, nem tudom. Na, itt van egy olyan quest, ami az azért ismernek el a játékot. Mert itt ez a mayor, vagyis a polgármester, állandóan kaján, itt a hobbitok, és fogja mondani, hogy milyen a kaja. És te annak megfelelően kell valamit erről az asztalról adjál neki. Vízt, bort, vajat, sót vagy vizet. Vagy tejet. És ehhez azért egy, kell érteni angolul, vagy megjegyzed az összes mondatot. És most mit mond? It just needs a dab of something. A dab... vaj. Ehhez tudni kell, hogy a salt, az nem lehet dab of salt. Ezt pont tegnap kitárgyaltuk egy streamen, hogy dab of butter lehet, de pinch of salt. Tehát egy csipet só, vagy egy darab vaj. A vaj egyébként a dab valami mártogatást jelent. Tehát, hogy mint amikor mondjuk a tortilládot mártogatod egy szószba, és hogy aki nem szokott vajjal főzni, mondjuk, annak ez tök újdonság. És tegnap egy ázsiai csaj streamelt, és ő kérdezte ezt, hogy miért lehet dab of butter. És én sem tudtam rá a választ, de megmondták ott a anyanyelvű angolosok. Not quite rich enough. Hát ez vagy... hát lehet, hogy butter, de az is lehet, hogy show. Szerintem mivel... igen, eltaláltam. Ez is vaj volt, mert hogy nem elég gazdag az íze. Tehát inkább a vaj. Igen. Egyébként mindenféle nemzetből vannak itt játékosok. Az oroszok többsége az nem ezen a szerveren van, de azért itt is szoktunk velük találkozni. Volt nekik saját szerverük, de azt bezárták. Én nem túlzottan bírom őket, nem politikai okokból, hanem ilyesmi, hanem nagyon sokuk nem beszél angolul. És mivel sokan vannak, tehát eleve sok orosz játékos van, ezért ők gyakorlatilag spicy, nagyon csípős, tehát tej. Mert az viszi el a csípőségét, ezt a hagyva állandatoljuk. Szóval igen, sok orosz játékos van, egymás között is oroszul beszélnek, ugye? Klánokban is oroszul beszélnek, és ha behívod őket egy raidre, vagy egy közös instára, nem tudsz velük kommunikálni. Tehát ezt nagyon sokszor tapasztaltam, amikor spameltünk a Belargirt, és amikor az volt az endgame, és 6 fő kellett be, és ott nem mindegy volt, hogy a katapultot mikor szereled fel. És nem tudtál bazd meg velük kommunikálni, mert nem beszéltek semmit angolul. És akkor kezdődött az, hogy már megint vajat, ma csak vajat eszik a polgármester. Szóval akkor kezdődött az, hogy elkezdték kaja kitiltani az oroszokat ezen a szerveren a raidekből. Vagy az volt, hogy must speak English. Tehát, hogy kell beszéljen angolul. Mert
mert nem tudtál velük kommunikálni. És amúgy ezért van kevés magyar játékos is, mert rohadt kevesen tudnak annyira angolul, hogy ezt a játékot játsszák, mert viszonylag sokat kell benne olvasni, főleg, hogyha a küldetéseket el akarod olvasni, mert a sztori az ugye le van írva, és hát mivel képformában jelenik meg a quest, mondjuk így, ezt nem tudod magyarítani. Meg hát iszonyat sok munka lenne, mert a legsok questhez ilyen oldalas leírások vannak. Bármit, ha hozzáadnék, az tönkretenni az ízét, tehát most nem kell adni neki semmit, ilyen is van, csak ez nem számít bele, azt hiszem, a questbe. Úgyhogy... Hát vannak magyar játékosok, de nem sokan. Az én klánom az nagy részt amerikaiak, de vannak németek, hollandok, vannak Észak-Európából, azt hiszem Svédországból, szóval egy kicsit így mindenféle. Igen. Láttam a... Most átnevezték a Cseh Division Csehszlovák, tehát van egy csehszlovák klán kifejezetten. Ott ugye csak ők vannak, csehek és szlovákok. Tort. Nem tudom ennek a tortnak egyébként mi a pontos magyar megfelelője, a savanykás, vagy kesernyés, vagy szamat, mert például itt a zöld almát is tortnak hívja. Tehát, hogy inkább érzem, hogy mi ez a tort, de nem tudnám magyarul leírni. Vagy nem tudom, hogy pontosan mi a magyar megfelelője a tortnak. Böffentett a kis hölgy. Oké. Egészségedre. Már megint bort akar inni. Vajra bort? Hát nem tudom mi lesz, de... Egészségedre. Is there something I can do for you? Készen vagyunk ezzel is, mi legyen a következő is. A következő is ilyen megfigyelős legyen? Legyen a megfigyelős. Azt mondja, hogy... Would I take a moment of your time? Gyakorlatilag figyelni kell, hogy a részek mit mondanak a hobbitok, és ahol rosszat mondanak, ott rájuk kell szólni. És ehhez figyelni kell. Itt például most azt mondta, hogy a mondatban, hogy nem a farmerek díjazzák a disznókat, hanem a disznók a farmereket. Jó, ezzel nincs semmi gond. Valaki ezt a két köztet együtt csinálja, én nem szoktam, annyira nem tudom figyelni. De ugye a lányok tudnak többfele is, úgyhogy... Very supper. Itt a supper helyett szokott lenni slapper, arra kell figyelni. Ő is böffentett, és mivel nevetett rajta, ezért rá kell szólni, mert hogyha böffent, akkor azt kell mondani, hogy elnézést. És itt tök hamar belátják, hogy részélyek, tehát kurva jók ezek a hobbitok. Mert szerintem azért a valóságban, aki részeg, az nem nagyon szokta azt mondani, hogy hú, tényleg részeg vagyok. Mad Baggins. Én úgy tudtam, hogy a mad az nagyon durva szó, de... nem. Most mindenki józan, gyerekek. Ha még reggel van, mondjuk. Valamikor egymás után jönnek. Fresh liket... Itt fresh pickednek kéne lennie, tehát a frissen szedett zöldséget. Ő azt írta, hogy a frissen... Igen, látjátok? Fresh picket. Az előbb meg azt írt, hogy fresh liked. És ugye fresh liked, az meg a frissen megnyalt. All the day. Itt meg el kell mondani, hogy all the way, tehát ő is részeg. Tehát egész nap jött Frogmortonból. Ami egyébként nyelvtanilag, meg értelmileg nem helytelen. Csak...
quite a squirrel. It was kind of quite a quirrel. A squirrel az mókus. A quirrel az meg vita. All the day. Ő is egész nap jött, nem all the way. Már csak egy kell. Na gyerünk, gyerekek! Oké. Okay. És megint freshiket. Ma mindenki zöldséget nyalogat. Oké. Okay. Rendben van. Készen vagyunk. Következő. Lehetne a részeges, de csináljuk a bevásárló listást. Vagy nem, csináljuk ezt a rohangálóst. Előbb csináljuk a bevásárló listást, utána a rohangálóst, utána a részegest. Ma a részegesnek van egy kis kódánja. Na, ő itt a vendor, és neki kell segíteni. Melyik bevásár... Tehát a bevá... Kiszolgálni a vevőket. Na, csak kinyögöm. És... na, ez... Én évekig nem tudtam megcsinálni, mert akkor elkezdtem játszani 12 évvel ezelőtt, még messze nem tudtam ilyen jól angolul. És hiába olvastam el a leírást, nem nagyon értettem, mert például... Itt van az első vásárló, ő bele szoktam kezdeni, és akkor rá kell kattintani, és szedjem össze neki a következőt. És itt például leírja hagyma, vörös vagy fehér hagyma. Ők a lila hagymát tartják a vörös hagymának, tehát nem összetévesztendő. És itt vitatkozni, hogy melyik a jobb a főzéshez, red, yes, ezért. És akkor utána csak azt kell nézni, hogy white, yes, igen, tehát fehér, világos hagymát szeretne. Alma, egyszerű, vörös vagy piros almát kérnek, ha szeretem az almát, amit nem szeretek. Köszönöm, nem kérek. Tehát én már itt eltévesztettem. Azt mondja, hogy mi lenne, ha barna kenyeret vennék, nagyon szeretem a jó barna kenyeret. Káposzta, vagy mi ez? Kevics? Ó, nem kis mennyiséget, a legnagyobb fejet. Tehát ez a legnagyobb fej, akkor ez kell. Hús. Van más jó hús a szalonnán kívül? Akkor ezt, mert a leírásra ráviszed az egeret, akkor azt mondja, hogy szalonnának tűnik, a másik pedig a nagy hús. Sajt. Éles, sharp as a knife. Jó, erős, erőteljes ízű sajtot, hát akkor ezt vesszük, és megvárjunk a bevásárlásával. Mehetünk vissza. It's been a foul day, it has. Jön a következő csávó. Hello there. Might I speak with you a moment? Na, ő is egy trükkös. Mert csak egy sima, a plain onion. Tehát a plain onion, a sima hagyma, ez tehát a fehér lesz. Na, itt megint a tart. A delicious tart apple. Nem az édes pirosat, tehát a tartot, tehát kizárólag a zöld. Azt mondja. Nagyon finom a barna kenyér, de ma nem ezt kívánok enni. Szóval a sima kenyér jó lesz nekem. Oké. Okay. A káposzta. Jó nagy adag káposzta, de én nem szeretem. Egyáltalán nem kérek, de ha főzni szeretnél, akkor szeretnél magadnak egy nagy fejkáposztát. A hús. A szalonna a kedvencem, pam-pam-pam. De azt mondja, hogy volt egy disznója, akit nagyon szeretett, mert mióta Porgbeli a kedves disznója meghalt, azóta ő nem tud szalonnát enni. Tehát nem kér. Magyarán. De mondom, tehát azt mondja, sajt. Ő is egy biting, something rather biting today. És firm, tehát ő is az erősebb ízű sajtot szeretné. És megmondja. Azt mondja. Jön a következő. Neki is össze kell szednem minden. Ő a színes hagymát szereti, a onions with color. Az unalmas hagyma nem teszi meg, tehát ő a lilát fogja kérni. A
alma legyen kontrasztszínű a hagymával szemben. Tehát akkor zöld. Legyen komplementer színű. A kenyér könnyű, finom kenyér. Ropogós kívülről, könnyed belülről. Ezt szeretném, tehát fehér kenyeret kér. Nem szeretem nagyon a káposztát, szóval kicsi elég lesz. Akkor a kisebb fejet vesszük neki. Húsban határozatlan. Nem tudja elötted. Oh, you decide. Ez a lényeg. Tehát te döntöd el, tehát bármelyiket leheted. Én ezt szoktam neki. Fantasztikus sajt. Ma valami édeset és lágyot szeretne. Bocsánat. Cannot a body be left alone? Következő. Hello there. Might I speak with you a moment? Ő neki, meg a vendorai megszoktak a munka elől, és meg kell őket keresni. Hát ezt is érdemes előre megnézni, hogy hol van. Különben az időben nem fér bele. Az egyik itt alszik a hordó mögött, és felébresztettük. Hú, lemaradtam a melóról. Elaludtam! Egyáltalán nem rúgtam be! Ártatlan vagyok! Nagyon jó van! Tapsoljuk meg! Szép volt! Na jó! Akkor a második húk, az fönt van a sátorban. Merre is van a sátor? Igen, a másik irányban van a sátor. Fönn van a gomba sátorba, és begombázott. Begombázott. Valaki most keltette föl, úgyhogy meg kell várjuk, hogy respawnoljon, de igen, begombázott, és itt fekszik. Majd mindjárt respawnol. Tarap. Ah. We don't have all day. Begondolkodsz, látjátok? Mennyi idő van? Annyi gomba. Ó. Begombázott. Van egy gomba problémám, ez egy betegség. Hát haver. Nem irigyellek. A harmadik egy csaj, aki fent táncol a színpadnál, ami valahol itt van. Tuk földre. Érkeztünk. Itt a színpad. Kiabálunk van. Ő nem akar dolgozni, csak táncolni szeretne. Mi vagy? Olyan gonosz vagy! Mi vagy te, bazeg? TikToker? Nem akar dolgozni, csak táncolni. Szerintem TikTokos a csaj. Na. Ezzel is megvagyunk. Kicsit fogytál az időm, mert folyamatosan fófalazok. Akkor... How rude! Na ő... Could I take a moment of your time? Ő egy gomba pörköltet szeretne, aminek keressen meg a receptjét, amit van az asztalon. Most pedig elolvassuk a receptet. Először is vegyek húst a polcról, ami itt van, azt hiszem. Igen. Nem a polcról, hanem az asztalról. Marha húst teszünk bele. A hús húzzam meg. Itt van. Tegyek hozzá vizet. A kútból. Reméljük tiszta a víz. Tegyek hozzá répát.
Tegyek bele békön, hát szerintem a szem most kéne beletenni, de mindegy. És végül tegyem bele a gombát. Hát szerintem azt megint nem most kéne beletenni, de nem baj. Na mondjuk hamar összeesik a gomba, szóval lehet. Ja igen, ez itt van. Legalább lemérem, hogy mennyi időt csinál meg a fesztivált, szerintem. Jóra. Mondjuk több, mert ezért a fishing questek miatt több lesz, és készen, vagyis még nincs kész, meg kell főzni az egészet itt. És ennyi. Ja, átöltözhetnék ezért a civilbe. A civil ruhán. Kockásing. Gombás hátizsák. Cannot a body be left alone? Békén hagylak én mindjárt. Stay and have some tea. És az almagyűjtős verseny, aminek az égvilágon semmi értelme nincs, mert jelenleg csak egy aranyalma kell. Ezeket addig kell nyitogatni, amíg föl nem jön az erengélyben egy aranyalma, nincs túl teteje. És kukacos alma is van benne. Szóval ez simán csak szerencse. Majd a 15. vagy 50. kattintásra meg lesz az aranyalma. Kicsit ilyen időrabló, semmi értelme sincs küldetés. Miért adtok ennyi kukacos almát? Szerinted mit kezdjek vele? Ebben csak ez. Face target. Ott van! Leadjuk! How rude. És készen vagyunk. Ezzel akkor jöjjön a... Még van a szaladgálós. Na, itt viszont deedet kell nézni, mert ez van egy deed. És ebbe az évben nem leszek vele kész, mert ugye későn kezdtem el. De igen, itt a helping hand-es. Tehát, hogyha mindent megcsinálod neki, akkor megkapod a segítőkéz. Segítőkéz. Segítőkéz, segítőkéz. Titled. Bachfordba menjek el. Stallion, have some tea. Segített neki. És azt mondja, hogy... To Bachford, restocking the bacon. Ez következik a listába, tehát akkor ezt csináljuk meg. És Bachford... Az pedig... Hol van Bachford? Nem áll, hogy nem látom, mert kiesik a szemem. Azt hiszem, hogy valahol télen van. Na majd mindjárt fölveszük a questet, és ki fog derülni. Hello there! Might I speak with you a moment? Na, azt mondja, to Bachford. Ott van, hát kiesett a szemem, úgy néztem, és ez... Ha eszel pitét, gyorsabban figyelj, így. Jó irányba indultam el? Nem. Másik irány, másik... Másik irány, futás! Futás! Ugyan slow-ra nem ülhetsz, azt hiszem. Bónira. Tehát el kell futni az áruért, és gyorsan feltűnni a készletet. Ez a feladat. A megyében iszonyatosan sok ilyen futkározós, rohangálós quest van. Tehát iszonyatosan sok. Van a postás, akkor postás vagy. És van a pités, akkor megromlottak a piték, vagy valami lesz. És azok helyére kell gyorsan újat vinni. Fú, de kegyetlen. Az összes utálják, az emberek kevesen csinálják meg. Tehát ilyen, a megyében rengeteg ilyen hozd ide, tedd oda, vidd ide, vidd oda jellegű küldetés van. Tehát ilyen abszolút beginner friendly, de szerintem olyan unalmas, hogy mire megcsinálod az összes megyeküldetést, amiből 80 van,
lejössz az életről. Na, itt van a nyers békön, ezzel kell ezt visszaszaladni. Visszük! Viszem már! Viszem! Na, megint együtt. Ennyi pitét eszek egy nap, hú gyerekek! Nem csoda, hogy ducik a hobbitok? Ennyi pitét esznek egy nap. Futás, 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 futás! Na mondj meg nyugis, nézed a szép zöld tájat, hallgatod a nyugis zenét. Szerinted tök jó, én szeretem. Ja, és ilyenkor autókomplítotik a vendoros quest, amikor segítettünk a vásárlóknak. Volt, maradt egy kis időnk, és ez ilyenkor ilyenkor autókomplít, tehát nem kell csinálni vele semmit. Na most hol is van az emberünk? Aki pakolászik. Itt van. Megjöttünk! Oh, good day! Neked is jó napot. Ezzel megvolnánk. Most jön a dránkárdos, most jön a részeges. Oké. Okay. Hogy állunk a díddel? Ezzel? Hát igen, sajnos 1-2-3-5 hiányzik. Big Fish, Little Fish és Tom Dorty, ezek a azért. És Revenge of the Dunkards. Majd megnézem, hogy ezt Mithril Coin-nal lehet-e reszetelni. Mert egyik nap úgy látom, elfelejtettem megcsinálni, csak 1/3. És hogyha nem fejtettem volna el, basszus, akkor... Could I take a moment of your time? Akkor most készen a díj. És ez milyen frusztráló, hogy már csak egy van ott, és most várjuk egy évet. Na, most berúgtunk. És van egy rohadgyümölcsünk. Halljátok, hogy énekel? És legegyszerűbb dolog ide jönni. És a kis polgárőrünket, itt van, megdobáljuk a rohadt gyümölcsel! Vagyis nem rohadt gyümölcs, hanem a rohadt zöldség. Szerintem káposzta. És ennyi. Van egy rohangálós is, aki szétágat, de az nehezebb lehet találni egyszerűen. Után megvárni, és ennyi. Úgyhogy lényegében ez a quest az ennyi. És még majd a fagyit vissza kell vinnünk a dombra. Mit mondott Bilbo? Próbálkozz a domb megett a folyón túl. Nincs szükségünk semmilyen kalandra. Ja. You've muddled your wits. Hát ezt nem tudom, hogy lehetne fordítani, de jó az. Egyébként a játék viszonylag eléggé népszerűsíti az ivást, meg a dohányzást. Főleg a pipázást. Ugye itt a pipázás megy. És hát a mindenféle ilyen berugós questek, meg ilyenek, azok vannak bőven. Meg rengetegféle sört lehet venni a játékban, meg borgat is. Van kifejezetten sörszállítós questek, ami ezt, hát a gyors teleportálás az nagyon fontos, az csak a hunterek tudják. Meg hát kell vagy... nem tudom, 75 színnek lennie, hogy érdemes lenne megcsinálni. Na, mi tízszer megdobáltuk, rohadt zöldséggel.
Ilyenkor az a baj, hogy kb. Két percig részem van a kis ilyen a képernyő. Persze, ha leveszem az effekteket, akkor nem ilyen csak. Na, törnéz. Oké, okay. Meg volt. És akkor fölvisszük Tansinak a azért. Ja, megvan a 10 questünk. Napi küldi. Lovely day, isn't it? Megvan a napi. És akkor... Hát ugye 5 már nem lesz meg. És gyorsan visszavisszük a dombra. La-la-la-la. És utána visszajövünk horgászni. De miért nem tudok különben rákatni? Rallalila. Negyvenhat perce megy a felvétel. Na, már dombot se látom. És meghoztuk neki. How do you do? Oké, ezt levesszük innen. És akkor azt mondja. A lovely day, isn't it? Nem ez kell nekünk. Hello there. Hanem a Fountainemot szerintem. Barri, tehát ami már megvan. Itt vannak a kájtok, ez is megvan, azt hiszem. Igen. És max még egy ilyet pávát, egy ilyen két pávát vehetek magamnak. Illetve még amit meg akartam venni, az az aszkot volt, a kis nyakkendő, az a kis izé. De... Mert akkor másik karin nem kell végigcsinálnom az egészet. És itt a dekorációk, meg minden, az engem nem érdekel, a mantok se érdekelnek. Jó, nekem ami van, az sem érdekel. Meg ezek már mind mitrilkoinosok. Az ajándékok. Jó, akkor nem itt volt, hanem... De valahol volt ez az aszkot, azt tudom. A lovely day, isn't it? Szerintem ennél lesz. La 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 la. Komolyan már! Cornstalk, azt megvettük. Azt... Itt van! Itt az aszkot. Na, ez az. És ha ráteszem, szerintem shoulderba fog menni. És kizárásos alatt. Ó, oh, nagyon király. De lehet fehér is. Ez az. Vagy ilyen krémszínű, nem? De jó a fehér. Jó. Először az imótokat, mert biztosan... Biztos, ez sokkal fontosabb. Oké. És akkor... Jó, valamiért nem tudok rá kattintani, de nem baj. És akkor csak az aszkot van, amit meg kell szereznem. Tehát... Kéne a hungon már. Hát, még olyan 30 token. Kéne. Jó, lemegyünk horgászni. Tyutyurutyutyú. Megyünk horgászni. Szerintem abból a 30 meg lesz simán. Meg ott is vannak még questek. Miért itt megyek? Ö...
Mert a halakért is, a jobb halakért, amiket fogok, azokért is ad tokent, úgyhogy itt a 30-nak az összeszedés az nem lehet probléma horgászatból. Max egy kicsit tovább horgászok. De igazság szerint. Nagyon nem lényeges. Csak idő kérdése itt aztán tényleg. És akkor mindjárt ott vagyunk. Hogy nem? Fáj a feje, hogy így... Hát nem tudom. Na mindegy. Horgászbotom nálam van? Ott van, igen. Na. Először is. Hello there! Ez Moszkó, aki elveszítette a tárgyait, és pontosan tudom, hogy hol van. Egy van fent a... összegyűjtöttük a hoit, a bar. Egy itt van fent, azt hiszem. Ja igen, a hal. Hogy kerül ide egy hal? Ezért kíváncsi lennék. Van egy a házaknál, vagy kettő is? Egy biztos. Egy biztos valahol van a házaknál. Ott van, igen. Kaja. Jön a köpeny. A köpeny. Itt van. És jön a fishing pole, a horgászbot. Ez meg valahol ott elő van. Ott van. És kész is a küldetés. Amúgy szeretem magyarul azt, hogy törni. Beforgatjuk a küldetést. Beforgattuk. Hello there. Might I speak with you a moment? Petunia, aki nem hagy békén. Menjünk. Először is gyűjtünk neki kukacot. A földből. Megvan a kukac. Bele a vödörbe. Következő kukac. Wriggling worm. Wriggling? Wriggling worm. Hey. Hey. Megvan ez is. Oké. Okay. Jön a negyedik kukacunk. Bele a vödörbe. Na még egy ráadásként. Szóljunk neki, hogy hölgyem, a csali előállt. Legyen szíves érte jönni. Petunia, kész a csali, menjél érte. A lovely day, isn't it? Nem szeretné föltenni a csalit, nekünk kell föltenni a csalit a horgászbotra. Hajjaj! Oké, akkor basszus, tessék. Föltettük. Most már tényleg kész a csalia, hölgyem. How do you do? Fogják neki vacsorára halat, mert ő igazából horgászni sem szeretne. Hát az az én helyen szoktam ott állni. De mindegy. Akkor átöltözök horgászathoz. Tessék! Itt van a horgász cuccom. Horgászbotot a kézbe.
Én nem tudom felvenni. Oké. Okay. És most horgászunk. Na, erről beszéltem, hogy ez... És most várunk. And now we wait. Ahogy Hermione mondta. 5 halat. Látjátok, ahogy megrándultam? Kapás van. És... nem halat fogtunk, hanem... hínárt. De jó. Nem jó ez a Csali Petúnia néni. Már hínárt fogtunk hal helyett. Egész sokan horgásznak itt. És gyakorlatilag a horgászat tök egyszerű. Kifogtuk az első halat, meg ide tettem magát a skillt, vagyis a hobbit. És egyes gombra állítottam. És csak megnyomom. Vagy rákattintok, bedobja a csalit. És amikor kapással, akkor megint megnyomom. Ennyi. Csak közben nem lehet mondjuk YouTube videót nézni. Már hogyha egy képernyőn van. Na és most megint meg kell nyomni, és ennyi. Tök egyszerű, csak... igen. Figyelni kell. Meg van azért 200 lehet maximum fishinget, hát ő új karakter, úgyhogy neki 24 most. És naponta 10 pontot lehet növelni. És nem a legrosszabb horgászbotja van, hanem craftolt, nem is a legjobb. Plusz 5 fishinget ad. Látjátok, most meg köszönöm neki. És a River Hobbitnak az előnye, az egyik óriási előnye, hogy rengetegen szerepjátékoznak vele. Szerintem mindjárt kapás lesz, úgyhogy mutatom, igen. Hogy az egyik trétjük a horgászat. Plusz 25 fishing. Az sokán. És a legjobb bot az 10-es, plusz 10 pontos. Ez azt jelenti, hogy 235 fishing-je lehet a riverhoz. És amikor horgászod a kaját az NP-mre, ez nagyon nem mindegy. Úgyhogy, ja. Úgyhogy, igen. Ez egy óriási buff. Plusz 25 fishing, de egyébként tényleg minden buffjuk óriási. Mert a Burgernek a fellowship skill-ek, a dagger damage, tehát minden, tehát dagger damage, fellowship skill, ez stealth level, tehát nagyon-nagyon jó. Betörő lesz belőle. Én nekem is, ugye Hunterem van, de azért van két töröm, mert hogy ugye dagger damage pluszban. Nem is tudom, hogy a Hunter kap-e másik bónusz, szerintem nem. Úgyhogy... de mondjuk van a mitigation meg az IV-t, hát jó, az minden karakternek jó, csak... vidd már onnan a... izédat! Ja, már készen vagyok. Bocsánat, én meg egy elbabultam. Vigyem el halnak a halat. Ugyanis halnak hívják a csávot, akinek el kell vinnem a... fish-t, vagyis a halat. Értitek ezt? Halnak hívják a csávot, akinek el kell vinnem a halat. Hello.
És hol üzeni, hogy Petúnia hagyjon békén a mai napra. És ezért is csak 5 token jár, de már a 30-ból 10-et megszereztünk. Úgyhogy ez jó. Jónak számít. Annyira azért nem megy lassan. Na. És akkor vannak geekhez szükségesek, szükséges questek. Na nézzük mi az. Big Fish, Little Fish és a Pondor Thief. A Pondor Thief az nagyon vicces, az azt hiszem, hogy ővé, igen. Ő elvesztett tárgyakat, amiket ki kell horgászni a tóból. Na most... Először is egy listát. Lostok... Venemar. Tehát magát egy listát. Tehát gondolom üvegben van, és nem papírban. Aztán szemüveget. Egy széket. Tehát amikor kihorgászol egy széket, egy kalapot, és egy teáscsészét. Megvan a teáscsészét. Kihorgáztuk. De hogy horgászol ki egy széket, erről azért valaki felvilágosítana. Részeg volt a derba kiírta. Szerintem ez is szép egyébként. Már megint hiányt horgáztam. Na, hogy streamelnek az emberek 8 órán keresztül? Én nekem most kiszáradt a szám, tehát csak 1 órán beszél. És kihorgáztok a széket? Van ilyen? És van? És van? És van? Amúgy a Hunter szerintem a legjobb klassz, mert hogy kinek ne jó. Ha valaki DPS-elni akar, akkor ő a leggyorsabb. Tehát most a legjobbat úgy értettem, hogy a leggyorsabban bele lehet szintet lépni, levelezni, tehát igen, szintet, leveling. Szóval ugye az akkor számít leginkább, hogy milyen gyorsan ölöd meg a mobokat, és milyen gyorsan tudsz visszajönni a küldetés helyszínén. Most ugye Hunter a legjobb DPS a játékban, a single target DPS, és ő az, aki tud teleportálni. Tehát megtalálja az utat, find the path. Neki van a legmagasabb futási sebessége. 15%. Plusz még ez trait-tel növelhető. Itt van még hozzá plusz trait. Ó, van egy pontom. Nem is vettem észre. Na most már viszont a hátszikerre teszik a pontot. És az is meg lesz. Ez ilyen sniper skill. Tehát ez a betöltöd és gyakorlatilag headshot. Tehát gyorsan vissza tud menni. És gyakorlatilag, mert ugye a többi karakternek is van ilyen milestone, vagyis mérföldkő skillje. De ezeken, ha nem veszel hozzá a boltból, pont egy minut, mert ez a ház. De ez... Tehát ez a rendes milestone skill. És mindig csak egy helyre érvényes, plusz mérföldkövek vásárolhatok a boltból. És egy óra rajta a cooldown. Tehát lehet hozzávenni buffot, amivel 5 perc lesz a cooldownot. De egy hunternek gyakorlatilag lesz teleport skillje minden, szinte minden fővárosba. És megyeszékhelyre, vagy hogy mondjam, mert kisebb városokba, amik ilyen központi helyek, hubok. És gyakorlatilag zero cooldownja van, plusz még van egy tábortűz kíje, amik mindenfelé vannak a térképen, általában kint a vadonban, valahol, ahol ahova visszatérhet. És azt ő tudja váltogatni, és ennek is gyakorlatilag nincsen cooldownja. Tehát rohadt gyorsan tudsz vele haladni, teleportálni. Ugye nyilván meg fogod keresni a mindig a megfelelő quest helyethez közelebb, legközelebb eső teleport skill, de most még én Evendim felével vagyok kész.
és már megkaptam a Guide to Eventimet. És onnan pedig lóval 10 másodperc alatt, vagy 5 másodperc alatt már eljutok abba a városba, vagy csónakkal, ahova kell. Egyszerűen döbben egy gyorsan lehet vele haladni. Hát mi 3 napja játszok vele, és 37-es szint. Piszok gyorsan lehet vele gyakorlatilag haladni visszafele. Ezek mind jó, a pörglőrnek ugye akkor lesz értelme, amikor ugye endgame vagy. Mert akkor ezek a buffok ugye ezek fognak számítani. Meg ugye nincs sok close combatja egy hunternek, tehát nekem a dagger damage az csak ilyen végszükség esetére, de whatever ugye. Nem is tudom, hogy a passzívjai azok mi csodák. Plusz morálja van, hát ez minden klassznak jó. Minusz vigye van, de a gyakorlatilag a részrétbe meg visszajön, és pluszba lesz a vigye. És plusz 3 agility-e van, tehát Hunternek is jó, mert ugye a Hunter az agility is. És van mitigation-e is, ez is minden klassznak jó, de ugye a Burglar-nek különösen, tehát komolyan mondom, tehát hol van már ezek alap? Annyira jó trétjei vannak, és még jó wheelbázisúnak is, mert a résztrétekben is van olyan, tehát olyan karakterek, akik wheelt használnak. Tehát jó a minstrelnek, jó runkeepernek, ugyanis plusz frost type damage van. Tehát ugye a frost type skilleknek jó. Gyakorlatilag jó lore masternek is, mert frost type és lightning type damage van. Tehát lehet akár egy hobbit lore master is. Ezek a virtuk is jók, inkább talán inkább olyan karaktereknek, aki vill bázisú, de azt hiszem, ne, fit az nekem is van. Tehát vagy lesz. Tehát minden buffja nagyon jó, egyedül talán a bájtos karaktereknek nem jó, tehát Championnak, Guardiannek, ezeknek nincs sok teteje. Tehát az ilyen közelharcosoknak, kivéve a burglert, mindenki másnak jó. De mondom, nyilván a burglernek a legjobb. Mert ő kapja belőle a legtöbb pluszt. Ezt a kalapot most már jó lenne kiszedni, mert haladhatnánk előre. Nem nagyon szeretem azt a questet. Elég lassú. Na, csak mondanom kellett. Ahhoz képest, hogy nekem a másik karakterem a kapitány, ami a captain, ami gyakorlatilag a leges-leglassú, ha meg kell lenni. Hát ahhoz képest egy ilyennel játszani. Could I take a moment of your time? Na, ez is kell nekünk. Visszaküldi. Na, ott a tömegnyomorban nem akartam válni. Ennek sincs sok teteje ennek a questnek, de mindegy. Na, rögtön. Az a feladat, hogy kapja el 7 nagy halat, és ne kapja el kicsi halat. Elkaphatsz 7 nagyot, de nem, és akkor azt hiszem, hogy ez az, ami tovább megy, és 3 szintje van. Ó, nem tudom. De ezek tisztán ilyen energiás dolgok. Az, hogy mennyi fishinged van, az nem sokat számít. Na, és akkor vannak a többi helyeken is, Thorin's Hall-ban is, Bree-ben is, és a tündéknél is vannak ilyen fishing questek, tehát egy millió időt el tudsz tölteni azzal, hogy horgászol. Én csak az ittenieket szoktam csinálni, de ha ma most nem lesz elég a token, akkor majd átmegyek oda is horgászni. Na végre egy nagy halat is elkaptam. Ja, és másképp is néznek ki a River Hobbitok, mint a korábbi Hobbitok.
magasságukat is lehet állítani magasabbra. Az enyém most a legalacsonyabb, hát úgy lehet, hogy nem a szerencsés napunk. Tegnap egész jól ment ez a küldetés, de most úgy látom, hogy nem. Hát minden nap nem dobhatsz 6-ost, nyilván. Szóval más a kinézetük is, arcra is nekem szimpatikusabbak. Nem csak duci hobbitot tudsz csinálni. Úgyhogy nekem nagyon sok szempontból bőségesen a klasszikus a megyei hobbit klassz felett áll. Sokkal, de sokkal jobbak. És ez megint nem tudom, hogy majd hogy lesz kiegyenlítve a játékba. Ugye azáltal az új rasszok, meg az új klasszok minél nagyobb OP-k. Például most van ez a Brawler klassz, ami ugye hát más játékokban Monknak szokták hívni, aki gyakorlatilag nincs fegyvere, csak az öklével harcolna. Verekedős. Azt hiszem, a Brawler az simán csak ilyen verekedést jelent egyébként, nem? Úgy látom, mindjárt végig a küldetés, hogy még egy punifist elkapunk. Punifist. Akkor vége a questnek. Na mindegy. Most már csak nagy halad, fiam. Na látod. De megcsináltuk, azt hiszem. Nem. És nem. És most nem fogom tudni ezt befejezni. Ezt a díjat. Ó, hogy az a... Good day. Might I have a word with you? Could I take a moment na, of your nem, time? Ez a 3D-es. Ez a lehetetlen küldetés. Úgy látom, hogy kellene fog majd a tündékhez is elmenni. Mennyi kellett ahhoz a Ascothoz? 45? Token. Na basszus, most találtam. Mondjuk van már 31. Ilyen nagy veszély nincsen. Na, ez van, hogy gyakorlatilag a rossz halat ne kapd el, és összesen 30-szor kell szerencsétnek lennie, és 0-szor. Nem lehet olyan, hogy nincs szerencsé. Tehát ez nem... Még nem láttam senkit, aki ezt nem csinálta volna. Nem tudom, hogy van-e ilyen a szerveren. Köszönjük Petnek! Afternoon, Pet! Tehát azt, hogy valaki csak itt álljon és ezt nyomogassa, Max chatelni szoktam ugye közben, de ugye azért figyelni kell. Max, ha gépelek, akkor gyorsan gyakattintok, de én is van, hogy azért elszúrom. Mert egyébként azért, hát azért látjátok, nem túl izgalmas ez egész. Nem kifejezetten amúgy ilyen stream téma horgászat, csak most már ezt be akarom fejezni. Az egész fesztivál, most már miatt a felvételt nem fogom lelőni. És úgy látom, hogy gyorsan fogunk ezzel haladni, ezzel a horgászattal. Na már most. Van-e becserélhető halunk? Hello there! Van. 3 token. Ebből még kéne 2 a halból. 6 token. Oké. Mindent becseréltünk, és lehet, hogy meg is van, mert nem számít. Már 61, de még egy quest van. Ez a 10 percig horgászós. Azt nézem, hogy ez kell nekem most. Igazából most ez kell nekünk. Hello there! Might I speak with you a moment? Kell nekünk, vagy nem kell nekünk? Szerintem most ez nem kell nekünk, mert gyakorlatilag amit akartunk, az megvan. Még van a gombászós. Ezt sajnálom, meg ezt sajnálom, mert... Nem bírom, hogy nincs kész! Hogy ott van az OCD-m. Sikült. Szóval, úgy látom, hogy készen vagyunk. És erről ennyit. Na, hogy azért egy kis kombatot is mutassak, ha már ennyit beszéltem róla. Akkor... Akkor csinálunk... Cardolanban vannak ezek a... Hernében ezek a missionök.
És azért, na itt például azért nem lehet olyan könnyedén megkapni a második és harmadik teleportot, kicsit dolgozni kell érte. De ezek ilyen, kb. Ilyen 5 perces missionök, szóval... Igazából hamar megvan. Szerintem megéri, mert olyan helyekre tudsz ugyanúgy elteleportálni. Meg ugye XP-t is kapsz bele, tehát... Gyakorlatilag... Stay a moment. Igen, itt van, ez kell nekem, ez a Guide to Undread. Ahhoz még 9 token kell. Hát, ma meg lesz, hány küldetés van ma? 2, 4, 6, 8, 10. Akkor ma meg lesz a Guide to Undread, és utána még kell a Guide to Legurú. És akkor menjünk. És úgy láttam, hogy változnak ezek a küldetések, de deedet nem találtam rá. Tehát simán, nekem meg ugye nyilván kell most az XP, mert hát... Na. Vannak még buffok, van ez. Na most nem tudom használni, mert szerintem az overlay-en. Ja, de itt van, várja. Legyen tűz. Hát nem ez kellett volna, meg ez. Nem igazán tudom, hogy merre kell mennem, ebben a küldetésben még nem voltak. Ja, itt van. Most elég hangos a zene, úgyhogy kicsit leveszem. Na, így jobb, ugye? Ennyi egy Hunter, tehát... És csak azért mondom, hogy... Egyszerűen annyira gyors! Hogy... És látjátok, hogy amikor meg nincs kombatban, akkor egy pillanatok alatt... Na, hát szigetlen. Mutatkozzunk be. Nem headshot, de két lövést, tehát. Így. De annyira... Tehát komolyan mondom, hogy ilyen más klassz nincsen. Nagyon-nagyon gyors. Én ebből a szempontból választottam most, meg vannak már pörgőim, és nem akartam most még egyet. Huntert meg nagyon régóta nem játszottam. Most az AOE azért nem mindig a legjobb. Tehát nem a Hunter fő erőssége. Tehát ugye single targetben felhetetlen. Először nézzük meg a földszintet, majd utána felmegyünk. Gondoltam, hogy lesz még a gondoltam nagy. Ennyi. Konkrétan, tényleg nem semmi a Hunter. Főleg azt mondom, hogy egy kapitányhoz képest, érted? Tehát akkor oda be kell menni? Futás! Főleg azt mondom, hogy egy kapitányhoz képest, iszonyat. És aki meg ilyen játszott vele, még egy champion talán ilyen jó. Vagy egy rockkeeper, tehát ők még viszonylag közel járnak ehhez, de hát ennyire senki nem gyors, mint a Hunter. Ezért szokták egyébként kettő klassznak ajánlani, meg azért, mert akkor még nincs sok pontod, mert az in-game-be szerzett lotro pontokat, azokat le lehet vásárolni a boltban. Szóval ez nagyon jó. Ez a szerződés volt, de nem baj. És mindenki tavar meg.
Egyébként Hunter, tehát olyan nincs is, hogy ne tanuljon a klánt, mert Hunter-t mindig mindenhová kérne, pontosan a DPS-eket. Egyszerűen nem lehet vele tévedni. És vannak azért survival skill-jei is, tehát túléléshez is elég jól ér. Legalábbis a Red Hunter-be azért lehet belevinni egész jó túlélős dolgokat. Úgyhogy ténylegesen az egyik legerősebb klassz. Megvan az utolsó hús, kész a mission. Megyünk a scouthoz, és gyakorlatilag ez a küldetés készen van. Ezért mondom, hogy ott van lenne a scout, már szaladunk hozzá. És végeztünk ezzel az instával. Ennyi. Complete. Kész. No. Hát remélem, hogy mindenkinek tetszett. Kis bemutató. Nagyon immediate rész volt. What can I do for you? De... nagyjából ez lenne streamen is. Csak lehet, hogy angolul. Ezt azért úgy ne felejtsétek el. How may be of service to you? Akkor is, hogyha lassabban beszélek angolul. Ja, nem is nála van, hanem nála van. Megovanen. És már itt van egy Guide to Andred. Tehát ide, pont nem ide, hanem ide, bocsánat, ide lehet visszajönni vele, ami jó, mert Breehez itt lehet átmenni, és itt van egy nehezebb rész itt, illetve az öreg erdőnek ez a szakasza. Tehát ez nehéz, és hogyha oda kell vinni valakit, vagy valakit oda kell teleportálni, mert mondjuk szól valaki 22-es, hát annyi nem, mondjuk ilyen 24-es szintű, hogy figyelj, kéne ide segítség, akkor csak ide tudsz teleportálni, és ezt mennyire király már. Clegg úr nem tudom, hogy hol van. Ja, Swanflip-ben van. Clegg úr. Ja, itt van. Na, az meg a... azt hiszem, az nem vagy Clean Helen, az nem tudom, Clegg úr az vagy Clean Helen. Ahol ilyen liftezős izé van, tehát így leföl kell rohangálni, sokszintes. Na mindegy, most megszerezzük ezt. Ott is van, Guide to Andred, de jó. És akkor gyakorlatilag ezzel már megvagyunk. Hát mindenkinek köszönöm a figyelmet, én a kis Hobbit Hunter. Remélem, hogy tudok majd streamelni még. Vagy tudok majd streamelni. Sziasztok!